izgalmasnak tűnő héten vagyunk túl, ami a parlamenti munkát illeti, legalábbis egészen biztos, hogy szórakoztató volt. Hol van Medgyes Tamás című kérdés volt a legfontosabb az ellenzék számára. Nekünk Esztergomban és az Esztergom környékén élő mintegy 50 ezer ember volt a legfontosabb. Személy szerint engem hidegen, hogy hol van Medgyes Tamás. Engem az érdekel, hogy hol van Esztergom országgyűlési képviselője. Tulajdonképpen itt érdemes azért rámutatni arra a féktelen képmutatásra, amit a Fidesz oldalán most már több éve is, de legfőképpen miatt a kormányokban azóta tapasztalhatunk. Szívesen vettem volna, hogy az esztergomi helyzet megoldására Medgyes Tamás személyes problémáján és sorsán túl lett volna javaslat. Egyetlen egy megfontolásra érdemes és értelmes javaslat sem érkezett. A kormány oldalon egy ilyen halvány, gyenge mentegetőzés, próbálkozás van. Érdemben egyetlen egy politikai érvet nem mondtak a tekintetben, hogy miért nem képesek Esztergom városának polgáraira bízni a városukról szóló döntéseket. Esztergom ügyében csak azt hallottam, hogy hol van Medgyes Tamás. És engedjük meg az esztergomiaknak, hogy új városvezetést válasszanak. Időközi, általános önkormányzati választásokat követelünk az esztergomiak számára, és nem azt, hogy állami felügyelet alá vonják az egész várost. Miért van itt Medgyes Tamás? Eddig csak ez volt. Miért nem takarítja el a Fidesz Medgyes Tamást? Mindig ez volt a kérdés. Képtelenek arra, hogy érdemben egy város ügyéhez hozzájának, akár a saját szervezeti keretein belül. Gondolom Medgyes Tamás képviselőtársamnak, mint minden parlamenti képviselőnek megvan a véleménye Esztergom ügyeiről. Azt gondolom, hogy ez is egy vélemény, hogy ebből a vitából távol tartotta magát. Ez a javaslat a kedves esztergomiak állami felügyelet alá helyezi Esztergomot. Úgy tekint Esztergom polgáraira, mintha egyedül az ország városai közül ők nem tudnák gondosan felügyelni a városukat, mintha nem tudnának saját magukról gondoskodni. Ezzel ellen a leghatározottabban tiltakozunk. Azt mondjuk, hogy az esztergomiak igenis tudnak magukról gondoskodni, csak hagyni kéne őket. Meg kellene fontolnia az ellenzéknek, hogy a rendelkezésre álló értékes időt mire használja föl. Szerintem hülyeségre használták föl. Én egy értelmes mondatot nem tudtam kiolvasni.